Ahogy már mondtam, jeles napokkal indítjuk ezt a hetet. Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Füzi Bernadett népi hagyományőrzőt. Szia, jó reggelt kívánok! Szervusz, Kata! Köszöntöm a nézőket is! A június hónapot, talán az első jeles nap, az június 8-a volt, Medárd napja, és ez egy nagyon közismert időjósló nap. Itt mit szoktunk megjósolni Medárd napján? Európa szerte közismert időjósló nap, tehát ez nem kifejezetten csak a magyar hagyományokban, egész Európában ismerik. Ugye Szent Medárd püspök a névadója ennek a napnak, aki a munkásoknak, a méhészeknek, a napszámosoknak, az aratásnak, a szőlőművelésnek a védőszentje, de hozzáimádkozunk esőért, jó termésért, a foglyok szabadulásáért, és fogfájáskor is az ő segítségét kérjük. És az időjárási regula pedig úgy szól, hogy ha Medárd pityereg, akkor 40 napig csepereg. Vagyis, ha Medárd napján esik az eső, akkor 40 napig esik az eső, de ez fordítva is igaz, ha Medárd napján szárazság van, akkor 40 napig szárazság van. Most június 8-án itt egy kollégán, Kis Varga Attila ünnepelte a születésnapját, és megjegyeztük, hogy hát hétágra sütött a nap, akkor ez mit jelent a következő 2-3 hétben még? Nem várhatunk nagyobb mennyiségű csapadékot? Ugye ezek mindig évszázados megfigyeléseken alapulnak, ezek az időjárási regulák. Természetesen természettudományi okai is vannak azért ennek. Egyébként úgy védekeztek akkor, hogyha szárazság volt, hogy például ilyenkor kakast ültettek, és akkor kérték az esőt. Tehát azért ezt megoldották a régi öregek, hogyha esett, akkor hogy legyen szárazság, ha szárazság volt, akkor hogy legyen jó idő. Miért éppen 40 nap, vagy miért ez az időbeli korlát? Miért nem azt mondták, hogy akkor 2 hétig esik? Miért pont 40 nap? Az több, mint egy hónap, az azért nagyon nagy idő. Igen, ugye a 40 az bibliai szent szám, plusz egy nagyon szép legenda fűződik ehhez. Ugye Medárd püspök egy féktelenül mulatozó társaságot megpróbált jó szóval rábírni arra, hogy hagyják abba. Ez nem sikerült, úgyhogy a jó Istenhez imádkozván 40 napos esővel mosta szét a mulatozó társaságot, és például egyes teljegységünkön a Medárd napját tartják az özönvíz kezdetének a napjának is. Fűződik még ezen kívül más időjósló regula Medárd napjához? Igen, a göcseiek úgy tartják, hogy ha esik, akkor jó lesz a szénatermés és a szőlőtermés, viszont rossz minőségű lesz a bor. Hát reméljük, hogy ez azért nem reméljük, így lesz. Hogy ez azért nem így lesz, igen. Június 10-e pedig Margit napja volt, hozzá is fűződnek legendák, hagyományok? Igen, elég beszédesen nevezi őt a népnyelv, mert retkes Margitnak, vagy legyes Margitnak hívják. Ilyenkor vetették a retket, hogy ne legyen kukacos és férges, de Csépán például az asszonyok a kotlóst ilyenkor ültették rá a tojásokra. Legyes Margitnak pedig azért hívták, mert Margit a legyek királynője, és ezen a napon minden konyhába a kötőjéből kieresztett egy adag legyet, és úgy védekeztek ellene, hogy mise idején kimentek a szántóföldre, behoztak egy adag földet, szétterítették a házban. Ez volt hatásos ellene, vagy pedig egyszerűen nem nyitották ki az ablakot. Akkor aztán nem csak bűzös lett mondjuk a lakás, azért az nem volt az egy jó taktika. A következő jeles nap, vagy a következő szentünk pedig 13-án páduai Szent Antal napja. Ha jól tudom, akkor ő egy nagyon-nagyon népszerű szent, nagyon sokan szoktak hozzá imádkozni. Így van, hát ugye ő a világ szentje is. Nagyon érdekes, mert sok helyen a reformátusok és az evangélikusok is tisztelik. Csudatévő Szent Antalnak, Szent Antalkának is nevezik, ugye, mert sok jót tett a szegényekkel, ő a szegények védő szentje is. Hozzá könyörgünk betegség, éhínség idején, de a segítségét kérjük például akkor, ha elveszett tárgyainkat keressük, vagy hogyha otthonunk oltalmát kérjük. Te is már többször mondtad, hogy református családba születtél, nálatok is akkor mondjuk Szent Antal azért benne volt a mindennapokban, vagy mondjuk a falutokban ott imádkoztak Szent Antalhoz? Nálunk nem volt jellemző, ugye én
vegyes házasságúak a gyerekeim, tehát a nagyfiam katolikus, a pici lányom református, úgyhogy ők nagyon szerették a Szent Antal legendákat, ugye nagyon sok Szent Antal legenda van. Sok legenda fűződik a nevéhez, van mondjuk valami kiemelt, vagy van valami kedvenc ezek hát, közül? Hát talán két olyant említsünk, ami a hagyományokhoz is kapcsolódik. A legenda szerint egy bolonyai asszonynak megjelent Szent Antal, és azt mondta neki, hogy ha 9 egymás utáni kedden a ferencesek templomában imádkozik az ő képmásához, akkor a kérése meghallgatásra talál. Ezért volt szokás régen kedden Szent Antalhoz imádkozni, és ilyenkor sütötték a Szent Antal kenyerét a szegényeknek is. Ez az egyik legenda, igen, vagy most már... Ez az egyik, és igen. Mi a másik legenda? Ugye Szent Antalt úgy ábrázolják, hogy egyik kezén a kis Jézus ül, másik kezében a lilium van. Ugye Szent Antal megszállt egy gazdag embernél, és a gazdag ember éjszaka arra lett figyelmes, hogy Szent Antal szobájából nagyon nagy világosság árad ki, kíváncsi ember lévén, bekukucskált a kulcsukon, és azt látta, hogy Antal kezén a kis Jézus ül, a másik kezébe pedig egy szál lilium van. Ilyenkor szokás volt, hogy az asszonyok és a lányok a Szent Antal napi misére liliummal a kezükbe mentek, és feldíszítették a Szent Antal szobrot. Ugye a lilium a tisztaság és az ártatlanság jelképe. Nagyon sok templomban azóta is megtalálható a szobra, szóval igen, népszerű szent még a mai napig is. És hát a perse is ott van, ugye mindig a szegények perseje. Mit jelent az, hogy Szent Antal tűze? Mert hogy ilyen is van. Két dolog is kapcsolódik hozzá. Az egyik az, ami Baranyára jellemző, hogy a fiatal férfiak hajnalban tüzet csiholtak, tehát új tüzet élesztettek. Ezt általában vagy a templomkertben, feszületnél, vagy a házak kapujában. A parazsán áthajtották a lábasjószágot, hogy egészséges és termék, ugye a lábasjószág, a marha, a ló. Nem fájt ez mondjuk az állatoknak? Hát ezért gyorsan végighajtották rajta, hogy egészségesek és termékenyek legyenek, majd a maradék parazsat széthorták a faluba, és erről élesztettek új tüzet. A másik pedig az Orbánc betegségét hívják Szent Antal tüzének, ez egy nagyon égő fájdalommal járó, tényleg nagyon fájdalmas betegség. De ez bőrbetegség. Bőrbetegség, igen. Jól tudom, és akkor mondjuk az ebben szenvedők is akár Szent Antalhoz imádkoznak, így van. Egy nagyon érdekes hagyomány is fűződik Szent Antal napjához, ez ilyen férjóslással kapcsolatos. Ezeket itt nagyon szoktuk, igen, szeretni a szerkesztőségben ezeket végighallgatni. Hogyan jósoltak akkor a lányok Szent Antal napján? Hát egész nap böjtölni kellett, és az egész napi böjtölés után éjfélkor meg kellett kerülni az ágyat, gyertyát kellett gyújtani, kezébe kellett vegye a tükröt, és meg kellett kérni Szent Antalt, hogy mutassa meg a jövendőbeli férjének a képmását. És ha a tükör mondjuk üres maradt, és csak az arcképünket láttuk benne, akkor mi hát volt? Hát akkor bizony abban az évben nem ment férhez, de hogyha a lányok Szent Antalhoz folyamatosan imádkoztak férjére, akkor azért az általában előbb-utóbb megoldódott, hogy férhez ment. Állatokkal kapcsolatos hagyomány is fűződik még Szent Antalhoz. Így van, a háziállatok, ugyan a háziállatok védőszentje Remete Szent Antal, ugye január 17-én van a napja, de ez az ünnepnap fokozatosan áttevődött Páduai Szent Antal ünnepére. Ugye Remete Szent Antal volt az ő védőszentje, és ő miatta veszi föl az Antal nevet. Ilyenkor az állatokat nem fogták munkára, tehát ez az állatoknak volt dologtiltó nap, igen. És ugye régen piros betűs ünnep is volt ez a nap, az asszonyoknak is dologtiltó nap volt, nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert keléses lett a kezük. De hát akkor böjtöltek is ugye egész nap a lányok, de az asszonyok is mondjuk pihenhettek. Ezt föl kéne írnunk majd, ezeket a dologtiltó napokat, ezt már többször mondtam. Június 24-e pedig, ami még előttünk van ebből a hónapból, az pedig Szent Iván napja. Ehhez gondolom nagyon-nagyon sok legenda fűződik. Nagyon sok, a két műsoridőnk is kevés lenne hozzá. Igen, a legősibb pogány ünnepünk, nem csak nálunk Európa szerte ismerik.
Ugye az egyház erre a napra teszi Keresztelő Szent János születésének a napját. Egy nagyon, nagyon szép szimbolikája van ennek. Ugye ez a leghosszabb napunk és a legrövidebb éjszakánk. És János evangéliumából ismerjük, hogy azt mondta, hogy néki növekednie kell, nekem pedig kisebbed nem kell. Tehát ez szimbolizálja azt, ugye, hogy rövidülnek majd a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák Jézus születéséig, ahol ugye aztán majd hosszabbodnak a nappalok és rövidülnek az éjszakák. Igen, ez egy nagyon szép szimbólum, de pont az elmúlt héten döbbentem rá, hogy igen, most még nagyjából egy hetünk van, és aztán csökkennek a napok, mármint a világosságnak a percei, és hát ide tartozik talán az egyik legnépszerűbb népi hagyomány, amit talán a mai napig is sokan tartanak, ez a Szent Iváni tűzugrás. Ez hogyan jött életre, vagy hogyan kelt életre ez a hagyomány? Ez nagyon régi hagyomány, tehát ez még a pogány időkből való, és aztán ezt ugye az egyház beemeli a liturgiába. Sok helyen egyébként nagyon sokáig tiltották is, tehát az ördögtől valónak mondták, de a magyar liturgiába bekerül, és ugye a szertartásos tűzgyújtásnak a megtisztulás, az újjászületés az újjászületést jelképezte, és a gonoszűző, a tűz gonoszűző szerepébe vetett hit, ami a tűzugrásnak az alapja, tájegységenként változó, hogy miért ugranak tüzet, sőt, akár egymás mellett lévő falukban is más az, hogy miért ugranak tüzet, vagy egyáltalán miért raknak tüzet. De ez a fiatalok hagyománya volt, és itt is azért a szerelmi szál az benne van, vagy jelen van a tűzugrásban. Hát szerelem jósló nap, és összeházasító nap, párosító nap. Ugye vannak a Szent Iváni énekek, amit Kodály gyűjtéséből ismerünk, ezek nagyon hosszúak, ugye mire mindenkit kiénekeltek, meg összeházasítottak, ugye azért mondják, hogy hosszú, mint a Szent Iváni ének. Ilyenkor összepárosították a fiatalokat, egy más szokás szerint, amikor a lány, vagy a fiatalember az ölébe vette a lányt, és úgy ugrott át vele a tűzön, annak az volt a hiedelme, hogy ilyenkor megtisztulnak, és amikor majd összeházasodnak, akkor a házasságuk termékeny lesz. De hát azért ez egy nagyon veszélyes mutatvány is. Én 2 évvel ezelőtt nagyon sok gyerektáborban részt vettem, és ott mi is megrendeztük a Szent Ivánéi tűzugrást, és az az érdekesség, ezt kérdezni is szerettem volna, hogy Szent Iván napján is rendeztünk egy tűzugrást, majd rá egy pár nap egy másik táborba, hát ilyen pót Szent Iváni tűzugrást tartottunk, de 2 különböző fiúval ugrottam tüzet. Ilyenkor mi történt, vagy mi történik majd? Hát Páduai Szent Antal segítségét kell kérni, és akkor majd meglátod, hogy ki lesz a férjed. Na, akkor térjünk is, hát még van egy jeles napunk a hónapból, ez pedig Péter és Pál napja. Ha jól tudom, akkor ilyenkor kezdődik az aratás. Így van, a magyar nyelvű területeken azt tartják, hogy Péter Pál napján megszakad a búza gyökere, tehát tovább nem nő, csak érik. Ilyenkor vannak az aratómisék, amikor megszentelik az aratás szerszámait, ugye áldást kérnek a gabonára, a kenyérre, és így az életre. Köszönöm szépen, Detti, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, a következő alkalommal majd az aratási ünnepségekről bővebben is beszélünk majd. Köszönöm szépen.